Mi olvasunk, mi olvassuk a Samati 15-ös. Mit jelent az, hogy más istenek a munkában? Tehát a Samati, mondják, hogy hanedik oldal, 15-ös Samati. Írva van, hogy nem lehet más istenetek előttem. A Szent Zohár ezt úgy magyarázza, hogy kövekre van szükségünk, amikkel mérítskelhetünk. Ezzel kapcsolatban kérdezi, hogy hogyan mérhetjük a munkát a kövekkel, amiken keresztül lemérhetjük az Istenbe vetett munkánkat. És erre azt válaszolja, hogy jól ismert, hogy amikor a személy elkezdi a munkát nagyobb erőfeszéssel, mint amihez hozzákozott, akkor a test elkezd rukkapálozni, és visszataszítja ezt a munkát teljes erejével. Ez azért van, mivel az adakozással kapcsolatban az egy hatalmas teher a test számára. A test képtelen elviselni ezt a munkát, ami az adakozásra vonatkozik, és a test ellenállása az a személyben idegen gondolatok formájában jelenik meg. Az jön és megkérdezi ezeket a kérdéseket, ki és mi. És akkor ezeken a kérdéseken keresztül a személy azt mondja, hogy mind ezek a kérdések, ezek nyilvánvalóan a szitra achra felől jönnek, a másik oldal felől jönnek, hogy akadályozzák őt a munkában. Erre azt mondja, hogy ha abban az időben a személy azt mondja, hogy ezek a szitra achrától jönnek, akkor a személy megszegi azt a szabályt, hogy nem lehet más istened előttem. És ennek az oka az, hogy a személynek hinnie kell abban, hogy mindez a Szent Sekhinától jön, hiszen nincsen más rajta kívül. Ehelyett a Szent Sekhina megmutatja a személynek a valódi természetét, hogy hogyan halad az Isten útján. Ez jelenti azt, hogy azáltal, hogy az Sekhina küldi neki ezeket a kérdéseket, amelyeket úgy nevezünk, hogy idegen gondolatok, azaz, hogy ezeken az idegen gondolatokon keresztül a Sekhina képes lemérni, hogy a személy hogyan válaszolja meg ezeket a kérdéseket, amelyeket idegen gondolatok nevezünk, és ennél fogva a személynek tudnia kell, hogy mi a valós állapot a munkában, hogy tudja, hogy mit kell tennie. Tehát ezek alapján lemérheti a helyes állapotot a munkában. Ez hasonló, mint egy példabeszéd. A személy szeretné tudni, hogy a másik barátja hogyan szereti őt. Nyilvánvalóan, amikor szemtől szemben állnak egymással, akkor a barátja rejti magát szégyen miatt, és nem mondja meg, hogy valóban mit gondol róla. Ennél fogva a barát inkább egy másik személyt küld neki, hogy úgymond káromolja őt, és akkor képes lemérni a barátja reakcióját, miközben mintha ő távol lenne, és akkor képes megismerni a barátjának szeretetének valódi mértékét. Hogy hogyan válaszol a másik barátnak a látszólagos káromlására. A leckebből az, hogy amikor a Szent Istenség a személynek megmutatja az arcát, azaz amikor a Teremtő a személynek életerőt ad és boldogságot ad, abban az állapotban a személy szégyent érez, hogy kifejtse, hogy valóban mit gondol az adakozás munkáról, és hogy ne kapjon semmilyen jutalmat magának a munkáért. Azonban, amikor a személy nem áll szemben az Istenséggel, azaz amikor az életerő és a boldogság lehűlt, amelyet úgy tekintünk, hogy nem áll szemben a Sekhinával, akkor a személy képes megalapítani a valódi állapotát, hogyan áll az adakozás munkájához, amikor nincsen felemelkedett állapotban, amikor a személy hisz abban, ami írva van, hogy nincsen más rajta kívül, és a Teremtő küldi neki ezeket az idegen gondolatokat, azaz, hogy a Teremtő az, aki az egészet működtet, akkor a személy nyilvánvalóan tudja, hogy mit kell tennie, és hogyan válaszolja meg az összes kérdéseket, akkor úgy tűnik, mintha Istenség hírnököket küldene neki, hogy lássa, hogy hogyan válaszol a személy, amikor ők káromolják a mennyek királyságát. Ez az, hogy képesek vagyunk értelmezni a felső dolgokat. A személynek meg kell értenie, hogy minden a Teremtőtől jön. Ez azért van, mivel az jól ismert, hogy a csapások, amelyek a test lecsap a személyre az idegen gondolatokkal, hiszen az nem akkor jön a személynek, amikor a személy elkezdte a munkát, hanem ezek a csapások, amelyek jönnek a személyre, ezek teljes érzése jönnek egészen addig a pontig, amit ezek a gondolatok összezúzzák a személy értelmét. Kifejezetten azután jönnek, miután a személy elkezdte a munkát a Tórában és a parancsolatokban nagyobb energiával, mint korábban.
van. Ezt nevezzük úgy, hogy ezek a kövek, melyekkel mi iricskélhetünk. Ez azt jelenti, hogy ezek a kövek, ezek rázó annak a személy értelmére, amikor a személy megpróbál megérteni ezeket a kérdéseket. Később, amikor a személy le akarja mérni a munkának a célját, hogy valóban érdemes-e az adakozás érdekében dolgozni, hogy a teljes erejével és lelkével ebben dolgozzon, hogy az összes vágya az csak is arra szolgáljon, hogy reménykedjen abban, hogy megszerezze ebben a világban, és hogy az egész csak arra szolgál, hogy elégedettséget adhasson a teremtőnek, és hogy semmilyen korporális jutalmat azért ne kapjon. Ebben az időben elkezdődnek ezek a keserű viták, mivel a személy látja, hogy vannak viták és érvek mindkét irányban. Az írás csak figyelmeztetlenek erről, hogy nem lehet más Istened előttem, hogy ne mondjuk azt, hogy egy másik Isten adta nekünk ezeket a kövekkel, amikkel mi iricskélhetünk, hanem csak is a Teremtő adta ezeket. Ehelyett a személynek tudnia kell, hogy ezt úgy tekintjük, hogy előttem, mármint a Teremtő előtt, ez azért van, mivel amikor a személy látja a valódi formát és az alapját, amelyre a munkája struktúrája épül, az elnehezülés a munkában az elsősorban abból származik, mivel két szöveg létezik, mely mint hogyha tagadná egymást. Egy részről a személynek meg kell próbálni, hogy az egész munkája az csak is arra szolgáljon, hogy elérje a devekutat az összefogadást a Teremtővel. Hogy az összes vágya az csak is arra szolgáljon, hogy elégedettséget adhasson a Teremtőnek, és egyáltalán ne magára vonatkozzon. Másrészt nekünk látnunk kell, hogy ez nem az elsődleges célja a munkának, hiszen a teremtés célja az nem az volt, hogy a teremtmények adjanak elégedettséget a Teremtőnek, hiszen a Teremtőnek nincs hiányossága, vágya vagy szüksége, hogy a teremtmények bármit adjanak neki. Épp ellenkezőleg. A teremtés célja az az, hogy a Teremtő akar jót cselekedni a teremtményei fele, azaz, hogy a teremtmények kapják meg a boldogságot és fényt a Teremtőtől. Ez a két dolog, mintha ellent mondana egymásnak az egyik végletől a másikig. Egyrésztről a személynek adakoznia kell, másrésztről pedig a személynek meg kell szereznie, más szóval. Itt van a teremtés korrekciója, azaz, hogy elérhesse a devekutat a Teremtővel, amelyet úgy tekintünk, hogy a formazonosság elérése, azaz, hogy az összes cselekedete, az csak is az adakozás szolgálja. Később már lehetővé válik az, hogy elérje a teremtés célját, amely, hogy elfogadja és megkapja a fényt és a boldogságot a Teremtőtől. Ennél fogva, amikor a személy hozzászoktatta magát ahhoz, hogy az adakozás útján járjon, akkor már nincsen semmilyen megszerzés jelenti edénye. Amikor a személy a megszerzés útját járja, akkor semmilyen adakozó edénye nincsen. Ennél fogva a méricskélő köveken keresztül a személy megkapja mindkettőt. Ez van azért, mivel miután vitázik, amit a munkája során végez, amikor képes felemelkedni és magára veszi a mennyország királyságának a terhét az adakozás formájában, értelmében és szívében, akkor ez azt okozza, hogy amikor a személy magára vonja az fenséges bőséget, hiszen már egy szolid alappal rendelkezik, és minden csak is az adakozás formájában történik, ennél fogva még akkor is, amikor a személy valamifajta ragyogást kap, azt is már csak az adakozás érdekében fogadja el. Mindez azért van, mert a munkának a teljes alapja az kizárólag csak is az adakozásra épül. Ezt tekintjük úgy, hogy a személy az adakozás szándékával kap meg. Kérdés mindjárt. Mármint, hogy van-e kérdés. Igen? Mik ezek a kövek, amelyekről beszél? Mik ezek a mérőkövek, vagy méricskélőkövek? Amikor mondjuk mindenfajta gondolat jelenik meg a fejedben. A fejedben mindenfajta gondolatok jönnek, bármi. Mindenfajta idegen gondolatok, amelyeknek semmilyen spirituális iránya nincsen látszólag. És azok elkezdenek
jobbra-balra lökni téged, ide-oda vezetni téged, félrevezetni téged, hogy mindenfajta problémákat okoznak neked, szomorúságot festenek le neked, különböző zavarodottságokat, gondolatokat, rengeteg ilyen dolog jött a világban. Mindenfajta okok, értelmek, amelyek elkapják a szemét és az agyát ide-oda forgatják. Tehát ez ugye az értelmünkben, és ugyancsak a szívünkben is, érzelmileg is, azaz, hogy ez a szív megkeményedése, elnehezülése, amit ugye mondunk, hogy a szív megkeményedése, hogy vajon fel vagyok készülve, hogy egy olyan állapotban maradjál, amikor mindez a Teremtőtől jön, bármi is történik, bármilyen gondolat jön, képes vagy arra, hogy azt mondja, hogy ez mind a Teremtőtől jön. Ez az első, hogy képes vagy mindig ezt mondani, hogy a Teremtőtől jön. A következő, hogy vajon képes vagy összeolvadásban maradni a Teremtővel mindennek ellenére, azaz, hogy mindez a te érdekedet szolgálja, annak érdekében, hogy megerősítsen téged, hogy ne távozzál el a Teremtőtől, hogy ez tőle jön, annak érdekében, hogy lemérje a te erődet, mind az értelemben, mind a szívedben, mind az érzésben, még egy kellemetlen érzéssel is, és a gondolatban, amely mindenfajta formában jön. Tehát, hogy nehéz számodra, hogy mindezt a Teremtőhöz kapcsolat, hogy a Teremtő küldi ezt ezeket. Hogyha te fel vagy készülve arra, hogy hozzátapadjál mindezeknek a vágyaknak a tetején, gondolatoknak a tetején, amiket ő küldött neked, ennek ellenére képes vagy hozzáolvadni, amelyek látszólag nem kapcsolódnak a spiritualitáshoz, akkor lehetséges neked vágyakat és gondolatokat küldeni, amelyek, mint hogyha kellemetlen lennének, hogy zavarodottság, félelem, remegés, riadság, mindenfajta vizsgálatok, mint például eltűnt a fordító. Ja, és bocsánat. És nem beszélek, nem olyan barátokról beszélek, a családokról, hanem még nagyobb dolgokról, még nagyobb, erősebb dolgokról. Azaz, hogy képes vagy ellenállni annak, és mindezt elfogadni, és mondani, hogy nincsen más rajta kívül. És hogy mindez csak azért adja neked, hogy tehát a személy nem képes felemelkedni. Te egy olyan állapotban vagy, ahol te így cselekszel, és egyszerűen nincs választásod. Tehát, hogyha te mindezekben a dolgokban benne vagy, és mégis összeolvadásban vagy a Teremtővel, egy relatív összeolvadásban mondjuk azt, és te képes vagy keresztül menni mindezeken a dolgokon, mind a kellemetlenségen, és mégis megmaradsz összeolvadásban a Teremtővel, akkor a Teremtő élvezetet ad neked ennek eredményeképpen. Elkezd összezavarni téged kellemes dolgokkal, vagy pozitív dolgokkal, akkor még vajon ezekkel együtt is képes vagy együtt maradni a Teremtővel? Szomorúsággal, oké, keresünk az okát, vagy menekülünk, tehát mindenfajta ilyen, az könnyebb a negatív dolgok ellenére együtt maradni, hogy lepuhítsuk a dolgokat. Az élvezetekkel sokkal nehezebb megtartani az összeolvadást. Az élvezet az leszakít minket, mivel a vágyaink megtelnek, azok már nem üresek, mint a fájdalommal, de a teljes vágya, mint hogyha nincsen szükségünk okra, az nehezebb, az sokkal nehezebb. És ennél fogva akkor egy ilyen módon mi növekszünk, fejlődünk, összekapcsolódunk a Teremtővel, az összes vizsgálat fölött, ami az elejénben megjelenik, egészen addig, ameddig meg nem kapjuk a lehetőséget, hogy értelem feletti hitben maradjunk, teljesen mindegy, hogy mi történik velünk. Ez már egy szűrő, ez már a képesség, hogy fölé kerüljünk annak, hogy mi történik benne, mi történik a megszerzésérti vágyam, amit már nem érdekel, hogy adakozásban legyek az adakozás érdekében, vagy már akár megszerzésben legyek az adakozás szándékában.
munkával, ami már olyan állapot, amikor ezt se tudjuk képzelni egyelőre, hogy ez milyen állapot már, amikor képesek vagyunk még szervezetalkozás érdekében. Oké, tehát a cikk kezdetén mondják, kérdezi, hogy hogyan mérjük le a munkánkat a kövekkel. Tehát akkor mit jelent ez? Mi ez a cselekedet, hogy a kövekkel mérjük le a munkánkat? Raf, ez az, amikor a mértékben még egyszer megismétlem, mondja Raf, ez a mérték annak, amikor a mértékben képes vagyok összekapcsolni a teremtővel olyan állapotokban, amelyek nehezek, szétszórják az agyunkat, és megkeményítik a szívünket, hogy ennek ellenére, hogy vagyunk képesek mégis együtt maradni a teremtővel. Oké? Oké, hogyha nincs több kérdés, akkor majd én kérdezek. Oké, mégis van kérdés. Raf, azt mondtad, hogy nincsen munka a felemelkedésben, akkor hogyan lehetünk képesek erre? Ez, amit mondtam? Igen, leírtam, mondja a srác, ezt mondtad, hogy nincs munka a felemelkedésben. Nincs munka a felemelkedésben. Mit jelent ez? De miben? Mire vonatkozik ez? Srácok, ti csak kiszedik-e szavaimat, óvatosnak kell lennem, hogy a teremtőre kell, hogy nincsen más rajta kívül. Azt kell jelenti, hogy nekem felül kell emelkedjem, mert sem, hogy a teremtőhöz vezessem. Akkor mégiscsak van munka a felemelkedésben. Tehát mindent a teremtőre kell utaljak, ami történik, vagy sem? Mondd meg nekem. Igen. Tehát akkor mondtam azt, hogy nem kell. Akkor mi? Mire mondod? Hogy nincsen felemelkedés a nehézségben, a problémákban, a kövekben, azaz itt a munka van, hogy állandóan megmaradjunk, hogy állandóan a teremtőhöz olvadjunk, vagyunk, ez a munkánk, hogy megmaradjunk vele összeolvadásban, ez a munkánk. Oké, értető? Oké. Egy akkor egy nem teljes dolgot mondtam, leírtad és félreértetted. Tehát akkor írjad le, hogy nem maradsz meg a hívában, hogy valamit én mondtam, és te félreértetted. Ez az archívumban, az archívum, az valami ilyesmi, amit szinte nem tudunk semmit megtalálni. Oké, mindenféle panaszokat hallok az archívumról, mindenki panaszkodik. Én nem tudom, ki kell cseréljük az egész csapatot az archívummal kapcsolatban, mondja Rav. Rav, tegnap azt mondtad, hogy meg kell erősíteni magunkat, hogy meg kell erősítsük a csoportban az általános atmoszférát, tehát esetleg, én már nem emlékszem, mondja Rav, mi most olvastunk egy cikket, miért húzol ki minket abból, amit olvasod? Oké, akkor nem érdekel, hogy mire gondolsz, nem kell gondolkodnod, neked először is együtt kell lenned mindenkivel, amit éppen csinálunk, tehát most erről a cikről beszélünk, hogy el engem végén, mondja Rav. Tehát, hogyha... Tehát akkor mit írjunk le a felemelkedés? Hogy írjuk le, akkor mit írjunk le pontosan? A felemelkedésben való munka az elsősorban abban, hogy nincsen más rajta kívül, és hogy jó, aki csak jól cselekszik. Ennyi, ez a felemelkedés. Mindig erre emlékezünk, és akkor erre vonatkozik a felemelkedés, hogy ezt meg kell tartsuk. Azonban, hogy azt hiszed, hogyha valamit csinált, és hogyha hívsz valamit, vagy nem oké, ez hülyesség, ez egy klipa, hogy azt hiszed, hogy te csináltál valamit, és felülre kell egyenlőre, ez még nagyobb klipa, hogy te úgy érzed, hogy valamit csinálsz, mintha lenne saját erőd, saját intellektusod, és képes lennél valamit csinálni. Ez is egy klipa, hogy valamit te megvalósítsd. Ezért mondom, hogy nincs semmi, mire az ember képes lenne, kivéve az, hogy megtartsuk azt, hogy nincs más hátra kívül. Ez az egyetlen cselekedetünk, hogy megmaradjuk a teremtővel való összeolvadásban. Egyszer és mindenkor erre van szükségünk a felemelkedésre, csak is erre vagyunk hősök, hogyha valami akadály felé akarunk emelkedni, vagy valamit meg akarunk oldani, akkor behelyezzük magunkat a beítóba, maga idejében, szó szerint. Ez nyilvánvaló, van kérdésetek erre? Erre kérdezel? Oké, akkor kérdezzél. Hogyha nem próbálok felemelkedni, akkor azt jelenti, hogy beítóba vagyok? Hogyha te megpróbálsz felemelkedni, azt jelenti, hogy te bolond vagy. Oké. Ezt komolyan mondom neked, teljesen komolyan mondom neked. Oké. Következő. A teremtő az nem azért adja neked, hogy felemelkedjél, hogy hős legyél, hogy legyőzed, hanem hogy az akadályon keresztül még jobban hozzáolvadjál. De mit jelent ez, hogy hozzáolvadják? Az, hogy megtartsad őt, mint egy buldog, hogy a fogaddal beleragadjál, hogy nincsen más rajta kívül, hogy a jó és jóságos, bármit érzek magamban. És ő csak jó és jóságos, és nincs más rajta, hogy soha ne engedd el, hogy mindent rávonatkoztassak, és hogy ő csak jó és jóságos. Következő. Tehát akkor hogyan tudok mégis megragadni ezt? Hogyan tudok mégis felemelkedni?
kérdezi a következő. Csak és az árvúton keresztül, az árvút nélkül nem leszel képes semmire. Oké, akkor mit csinálok az árvút előtt? Ez a kérdésem. Hogy jutok az árvút előtt? Az árvút előtt, el vagy veszve? Akkor nincs mit tenned. Mit jelent az, hogy árvút nélkül? Árvút nélkül, a csoport nélkül semmire nem vagy képes, semmit nem vagy képes megtartani, mivel a teremtő ott hagy téged, mindenféle nehézségeket küld neked, és te lezuhansz. Ki segít téged? Senki. Neked be kell zuhannod a többiek karjaiba, barátod karjaiba. Miért? Mert szándékosan adta neked ezt a megoldás, az összes problémára és a nehézségre az, hogy bezuhanjál a barátaidnak a karjaiba, a tízesen belül, hogy te kényszeríted azt, hogy még jobban összekapcsolódjál a többiekkel az akaratod ellenére. Ez a korrekciója az Adamarisonnak a törésének. Én megértem ezt, mondja a srác, de hogyan tudok ebben belebragadni? Hogyan tudom ezt megtartani, ezt az állapotot? A teremtő felfedi neked, mondja összességében, hogy megmutatja neked ennek a közös edénynek a törését, ez a Adamarisont, és hogy hogyan tudod ezt korrigálni, hogy mire vonatkozik ez, hogy hogyan korrigáld ezt, ez csak is azon keresztül, hogy végrehajtod a korrekciót a barátokkal való kapcsolaton keresztül, hogyan erősíted az árvútot, és minél inkább megragadod a teremtőt, annál inkább te felfeded, hogy a közösséggel való kapcsolat nélkül nem leszel képes megragadni a teremtőt. Tehát akkor kifejezetten arról, amit most mondott a Rav, hogy ez a központi pont, hogy megtartsuk a teremtőt, hogy a jó és jóság, hogy hogyan tudom igazolni ezt még akkor is, hogyha erősítsed magad a csoportban, mondja Rav, erősítsed magad a csoportban, hogyha még egyszer megkérdezem, még egyszer ugyanezt a választ mondom. Teljesen mindegy, hogy mit kérdeztek, nincsen más válasz, mondja Rav. Csak egyetlen feltétel van, és az az árvút, hogyha felkészültél rá, akkor jó, ha nem, akkor ez összetemetkezési helyed, mint hogy ezt a sinaiednél hallottuk. Oké, tehát hogyha nekem nem kell felemelkednem, akkor mit jelent ez, hogy értelem felett? Az, hogy felemelkedsz. Felemelkedsz a teremtővel kapcsolatban, hogy a teremtő jó és jóságos, és hogy nincsen más rajta kívül. Ez az, ami értelem felett kell. Ez az, ahol mindig harcolsz, hogy nem akarsz eltávozni tőle, még csak egy centiméteres tőle. Csak is ezen. Nem cselekedett. A cselekedet ez nem számít, mondja Rav. Csak is ebben. Nem érdekel, hogy hova taszított engem, vagy mit játszik velem. Én nem akarok belemenni ezekbe a játékokba, nehézségekbe. Engem nem érdekel, ez nem számít. Ez a rendszer, amit látok. Egyszer azt látom, hogy tolvaj vagyok, aztán azt látom, hogy lenézek valamit, néha durva vagyok, teljesen mindegy, nem számít. Tehát akkor azt kell mondanom, hogy köszönöm szépen, loptam, de nem lopok többé. Oké, ez már értelmetlenség ez. Én megmondtam neked, hogy miben kell felemelkedni, ennyi elég legyen. Te befejezted? Oké, következő. Lehetséges ez, hogy valaki, aki megaláz engem, akkor képes vagyok megtartani mindent egy helyben? Hogyha jó árvutod van, akkor persze, hogy működik. Tehát ott, ahol történik, abban a pillanatban, azonnal mondja, azonnal. Tehát, hogyha helyesen vagy felkészülve előre, az árvút ereje képes vagy erre, mert egyébként letaszítanak téged, és akkor ki tudja, hogy mikor tudsz visszatérni. Tehát én tudom a tízesből, hogy nagyon sok dolog történik, és mi lezuhanunk. Igen, lezuhantok, akkor ez a jele annak, hogy nincs árvút. És akkor mi hibázhatunk valamit, meg kétségbe esünk, de amikor eljövünk a tízeshez, akkor tudjuk, hogy hogyan változtatjuk ezt egy imává. De mintha két állapot van, hogy először lezuhanunk, érezzük a fájdalmat, valakit vádolunk, de mennyi ideig? Mit tudom én, egy napig, vagy két napig? Nem, ez azonnal kell, hogy történjen, le kell zuhannatok, és azonnal vissza kell kerüljetek. A zuhanásban már érezned kell, hogy azonnal vissza kell kerüljél. Mint amikor beugrasz a mély vízbe, és utána azonnal visszalököd magad a talóról. Mi? 10 másodperc, vagy 20 másodperc, és vissza kell kerüljél a víz színére. Oké, és akkor még mindig korlátozva vagyunk, hogy valami történik. Tehát egy következő tízes találkozó, vagy egy következő lecke, tehát nem találjuk meg a platformot, hogy hogyan dolgozunk vele. Ezért telik akár egy napban, mert nem tudjuk, holan találkozunk, hogy nem számít, hogy hol vagyunk, hogy létrehozzuk ezt az érzést a tízesben, bár nem vagyunk együtt. Tehát akkor esetleg ezt kell korrigáljuk, hogy nem tudjuk ezt, hogy állandó kapcsolatban legyünk. Próbáltok meg, mondja Rav, ez nem fog segíteni, mondja Rav. Próbáltok, de nem fog segíteni, mondja Rav.
Én nem értem az a végét ennek az állapotban, hogy jön valami zavaró tényező, valami kérdés, a helyzetnek a vége az nem rajtad múlik, hanem a fény majd megoldja. Akkor mi történik a zavaró? Semmi nem történik, az mintha eltűnne, mondja rá. Nem, de mit jelent ez, hogy eltűnik? Attól függ, hogy hogyan mész keresztül rajta, hogyha zárvúton keresztül, akkor tanulsz belőle, mivel a végül is te, hogy is mondjam ezt, mondja Rev, te korrigálod azt, hogy benne foglaltatod magad a tízesben, és a tízesen keresztül a rendszerben. Te neked megmutatták, hogy hol van a kár, hol történt a kár, hol van a betegség, és hogy hol van a profit ebből, a kapcsolat megerősítése. Csak is akkor, hogyha ez hatalmas erőfeszítésen és az arvuton keresztül történik, amit már korábban elértetek. Oké, tehát akkor a kérdés eltűnik, vagy egyszerűen csak egy új attitűdön van az-e? Persze, persze, hogy ez új attitűd, mondja Rev. Ez az avjút, amit összekapcsolsz mindenkivel. És egyre inkább mindeneket a tején. Akkor akarsznék valamit? Rui. Én nem tudom ezt megragadni. Hol van itt az ahiséna? Mert az még mindig a teremtő, aki adja nekünk a csapásokat. Az ahiséna, mondja Rev, az abban a tényben, hogy előzőleg felkészítetted az árvótot, előzőleg felkészítetted egységet. Az ahisének semmi köze, hogy hogyan reagálok, hogy hogyan rendelem ezt a teremtőt, hogy nincs más tehát a kérdés, hogy a jó és jóságos. Az a tény, hogy te megvásároltad az árvótot, és megkaptad az erőt a többiektől, megkaptad az erőt, és az összes zuhanás képes vagy azonnal felemelkedni, azonnal visszaemelkedni az összeolvadásba, a kapcsolatba, a csoporton keresztül, a teremtőhöz, az elégedettséghez, ezt nevezzük ahisénának. Az ahiséna az, hogy te hozzátetted az erőt, hozzátetted a zuhanás erejét, a felemelkedés erejét és az haladást azáltal, hogy befektettél a csoportba korábban, és ez később visszatér hozzád. Ez az, ami működik, mint egy kapcsoló, vagy egy kapacitátor, tekercs, egy ellenállás, ami erőt termel. Mindenfajta rendszerek vannak a elektronikában, mechanikában. És ez olyan, mint egy elemben, egy akkumulátorban, hogy te begyűjtöd az erőket, és aztán később képes leszel onnan kivenni. Hogyha én befektettem a csoportba egyrészt, és ugyanakkor megjön az zavaró tényező, és nem vagyok képes a teremtőre utalni, tehát akkor megpróbáljuk erről gondoskodni, hogy oké, én Roy, csináltam valamit, nincs befektetés a csoportba, ez azt jelenti, hogy nincs. De azt jelenti, hogy nem fektettem be a csoportba, oké. Tehát te befektetsz esetleg, de nem elég. Ez egy jele annak, hogy nem fektettél be eleget, mivel a személy még mindig nem kapott többet, mint a személy soha nem kap többet, mint amit nem lenne képes az a hisénába változtatni. A személy nem kap nagyobb akadályt, mint amit képes legyőzni. Semmilyen akadályt nem kapon, hogy a szemét elbuktassák, hogy a szemét kilökjék. Soha nem kapunk ilyet. Soha nem kapunk olyat, ami kilök minket az útról. Tehát akkor hogyan tudjuk felismerni azt, hogy nem tettünk még elég befektetést annak érdekében? Csak is az árvúton keresztül, mondja Rav. Mindig árvút. Rav, akkor ezek szerint nem elég, hogyha azt mondod, hogy ez így van. Nincs más tanácsa, mondja Rav, csak az árvút. Minden le van írva. Te nem vagy képes megnézni a felét, és utána panaszkodsz, hogy még nem, miért nem működik. Nincs más tennem. A rendszer teljesen nyilvánvaló, a rendszer nagyon precíz. Nem mondhatod azt, hogy oké, kipróbáltam, de nem működik. Az erők, amelyek működnek, azok többé-kevésbé jól ismertek. Ezt elvárják tőlünk, hogy befektessünk, hogy kell dolgozzunk, hogy a lényegre törően az árvútba fektessünk, hogy az összes akadály tetején képesek legyünk felemelkedni, és hogy a negatív és a pozitív akadályokon keresztül menjünk. Tehát, hogy keresztül menjünk ezeken a helyes módon, és egy értelem feletti hiden dolgozunk, és ez mind csak is azon múlik, hogy mekkora mértékben fektetünk a csoportba, a közösségbe. Nincs más feltétele a tóra megszerzésének. Oké, szeretnék kérdezni, magyarói, erről az állapotról, hogy mi befektetünk az árvódba, mindenki rendelkezik az erővel, azt mondjuk, hogy nincs más lehet a kívül, minden jó és jóságos, akkor mit csinálunk onnantól kezdve, amikor már képesek vagyunk ezt a nincsen más lehet a kívülre utalni, hogy jó és jóságos, akkor mit tehetünk hozzá? Ugyanez, nincsen más lehet a kívül, és a jó, aki csak jót cselekszik, minden akadály fölött, ameddig el nem jutunk a teljes korrekcióhoz, mondja Rev.
Mit jelent ez? Mit jelent ez? Mit jelent az, hogy nincs másra te kívül, és hogy jó, aki csak őt cselekszik? Ez egy jel, vagy ez egy formula, ez egy formulája annak, hogy a lélek, az egyetlen lélek, amely egyesült és korrigálódott. És itt jelenik az meg, hogy nincs másra te kívül, és hogy jó, aki csak jót cselekszik, egy teljes, nyilvánvaló módon. Egy felfedett módon. És én mindig erre aspirálok, én fel akarom fedni ezeket a dolgokat egyre inkább. Ennél fogva nincs mást felfednem, nincs más, amit vonzanom kell, ahova vonzódnom kell, hogyan tudom ezt csinálni, hogyha nem kaptam meg a csapást, hogy felfed egy szakadást, vagy egy törést ebben az egész lélekrendszerében, akkor mit kezdhetek? Ebben az állapotban én magam, ez a felfedés, hogy én magam tettem ezt, én gyorsítottam fel, én vagyok az Adam Arishan része, honnan máshonnan kapnék erőt ezekre az állapotokra? Nekem ugyan ezzel az apró rendszerrel, amit én építettem, el kell kezdenem korrigálni ezt az állapotot. Ez a kicsinyi rendszer, amelyet én építettem, amit én csináltam, ez olyan, mint egy eszköz, mint egy eszköz. Mint a harapófogó, vagy valami eszköz, esetleg egy ragasztó, amelyen keresztül én képes vagyok elrendezni az egész rendszert, megszervezni, tehát az én tízesem, az én edényem, az én műszerem, minél inkább én befektetek a tízesembe, az olyan, mint egy... Hogyan hívjuk ezt? Tehát ez a hely, ahol amikor ragasztanak, vagy nyomtatnak, mint egy pecsék, foltoznak, amikor valami foltot tesznek egy helyre, hogy én felfedezem, hogy valami törött, vagy kiukadt, és akkor nagyon sok hasonló dolog van, nagyon sok leírása van annak, hogy mi a tízes, ez a mintám, vagy a sablon, vagy ez az edényem, amelyel együtt vagyok állandóan, és hogy állandóan korrigáljam ezeket a hibákat, amelyek megjelennek. Ennélkül nincsen eszközöm a korrekcióra, hogy korrigáljam a rendszert, és ez a tízes, ez az intellektusom, hogy szüksége van a korrekcióra, mivel ez az intellektus az egységnek, a kör bölcsességének, amit meg kell hallanunk. Ez az erő, amelyet én defektetek alkalmazok, ez, hogy megértem, hogy mi ez, ami ott történik az egység, keresztül én magamon belül semmilyen edényem nincs, ami alkalmas az egységre. Én lehet, hogy egy zseni vagyok, de ez nem segít engem. Nekem szükségem van egy edényre, ami hasonló. Igen, tehát ez az, ami hasonló ahhoz az állapothoz, ami megjelenik. Tehát mindig készen kell álljuk az állapotra, ami megjelenik. Oké, tehát minden egyes alkalommal magyarai a teremtő felébreszti ezeket a dolgokat, minden egyes személyben megmutatja nekik a hibákat, hogy a képességünk, hogy helyes attitűddel forduljunk ezekhez a hibákhoz, hogy nincsen más a kívül, a jó, aki jóságos, ez amikor rárakjuk ezt a pecset, ezt a ragasztot, igen. Tehát, hogy mi ráragasztjuk, ez olyan, mint egy ragasztó, igen. Tehát, mint amikor kifoltozzuk, vagy befoltozzuk. Oké, tehát akkor ez azt jelenti, hogy mi korrekciót végeztünk. Természetesen, mondja Rev, természetesen akkor egy korrekciót okoztál. Te nem vagy képes korrigálni valamit, ami egyszerűen csak megjelenik, mint egy korrupció. De te mégis felkészítetted ezt a tízesen keresztül, és akkor ezen keresztül egy korrekciót okozol. Tehát akkor ebből az következik, hogy mellesleg te nem is tudod pontosan, hogy mi tört össze az általános rendszerben, csak később látod azt meg, hogy amikor már a vonalakon keresztül dolgozol. Egyelőre számunkra ez csak egy ilyen módon történik.
Tehát ebből az következik, mondja Rui, hogy a barátok reakciója a tízesben az azon múlik, hogy vajon minden egyes barát az a helyes attitűddel áll hozzá, hogy mi történik. Persze, magyarok, hogyha valaki lezuhan, akkor én vagyok a hibás, ugyancsak a tízesben mindenki hibás az, hogy valaki lezuhan. Tehát akkor mit teszünk ezzel a kölcsönösséggel, ezzel az őrült kölcsönösséggel? Ezt egyé változtatjuk, ez nagyon könnyű, magyarok. Akkor van egy univerzális korrekciód. Én megpróbálom azt kérdezni, hogy hogyan legyünk megadásban a felé, a kölcsönösség fele. Rav, semmi más nincs ezen túl, mondja Rav. Ez az egész edényed, az egény edényed, az összes problémáddal kapcsolatban, amit a teremtő felébresz benned, hogyha nem rendelkezel ezzel az edényel, akkor nincs mit tenni. Akkor menekülj el ettől a munkától, mert akkor sokkal rosszabb lesz számodra. Ha nem rendelkezel kölcsönösséggel, akkor olyanná válsz, mint valaki az utcán, aki nem érte, hogy miért van itt és mit csinál. Így áll sört, élvezed a focit, és akkor minden rendben lesz. Oké, tehát akkor annak érdekében mondja Rovi, hogy a barátoknak a tízesben adjak, hogy mindezt, ami a szükségük van, ez elég, hogy az én imám, hogy ők is a helyes attitűddel legyenek. Mindennel együtt, amit a rabás mondott, hogyan viszonyuljunk egymáshoz, hogy adjál nekik egy példát az egységről, mondja Rav, hogy lojálisak legyenek a csoporthoz. És akkor belül az én belső cselekedetem, amit csináltok bármely pillanatban, teljesen mindegy, hogy hol vagyok, akkor mi legyen a hangsúly, az aggodalom, a gondoskodás, mondja Rav, daga, ez az aggodalom, ez a gondoskodás a többiekről. Ennyi, mondja Rav, hogy aggódják, de miről aggódják, hogy mit kapjanak. Aggódjál, mondja Rav, az ember szívében az aggodalom, az tehát, hogy mi? Mit jelent az, hogy te erősebbé válsz, hogy az aggodalmon keresztül, mivel az aggodalom az a man emelése, és akkor erre kapjuk meg a madot, és ez megerősíti a kapcsolatot mindenki között. Tehát az állandó aggodalom, gondoskodás, nincs szükséged másra, mondja Rav. Nézd, mi az, ami történik? Mi történt a kisgyerekkel, ami mindent megkapott, és mindent megkapott, kivéve az aggodalmat, a gondoskodást. Vannak olyan gyerekek, akik fölnőnek az árvaházban, és mindent megkapnak, de nincsen szív benne, nincsen érzelem benne, nincsen gondoskodás. És ezt ők érzik. Bár kaját kapnak, ruhát kapnak, tanulást kapnak, ez a legfontosabb, ez az aggodalom, ez az érzet, mivel ez egy spirituális erő, amelyen mant emelik, ezt nevezzük dágának, aggodalom. Oké, srácok, mondja Rav, mi mindjárt befejeztük, mondja Rav. Oké, Gerson, elfeledkeztünk Gersonról. Gerson, ez az aggodalom, ez a szeretetnek az eredménye, nem? Rav, az aggodalom az a szeretet eredménye, mondja Rav, hogyha, nézd, mondja Rav, mi elkezdjük a mínuszból, még csak nem is a nulláról, hanem a mínuszról indulunk. Tehát képzeld el, hogy a bankhoz mész, és azt mondják neked, hogy oké, barátom, te tudod, hogy te mínusz 1 millióban vagy a bankszámládon. Tehát mondjuk azt, hogy megszülettél, van egy bankszámlád, és kinyitották a bankszámlát neked, és mint Amerikában. Oké, azt mondják, hogy minden amerikainak mekkora, azt hiszem, mondjuk azt, hogy mínusz 1 millió, persze sokkal több, mert valami több trillióban vannak, azt hiszem 17 trillió, vagy még több. Ezzel kezded az életedet, mínusz 1 millió. Tehát a te aggodalmad az, hogy te, amikor te megérkezel a közösséghez, a csoporthoz, akkor az a te aggodalmad valóban, hogy te elkötelezitek egymást, és mindenki elkötelezi magát, hogy a csoportért aggódnak, ez mint, hogy a teremtér aggódunk, tehát, hogy a teremtésért aggódunk minden egyes dologért, amit csak látunk, amit rendben, semmi más nincs, ez az aggodalmunk. Mivel összességében mi megkaptuk ezt, hogy azt mondod, hogy a teremtő elhozza a szemét a csoportot, és azt mondta, vedd magadhoz, ennyi. Magadhoz akarod venni, tegyed. Ha nem, akkor oké, akkor majd dolgozunk rá, és akkor majd előbb-utóbb akarod. Akkor majd dolgozunk rá, és előbb-utóbb akarod majd. Te egy mínuszban van. Azt mondják neked, hogy vedd magadhoz, és most te el vagy kötelezve, hogyha magadhoz vezet. Hogyha megvan a lehetőséget, hogy elmeneküljél, mint hogyha elmeneküljél, akkor meneküljél. De a szeretedről, hogy ezt te mondod,
Az aggodalom az a szeretetből jön. Ez már egy olyan fázis, ami már túl van, az már egy pszichológiai maximum. Ne várjál arra, hogy ez megtörténjen. Ne várjál arra, hogy te már a spiritetásban dolgozzál a saját vágyadon keresztül. Ez nem fog jönni a saját vágyadon keresztül. Ez az, amit állandóan meg akarsz találni, hogy a saját érzelmeden keresztül, a saját erődön keresztül eljutsz a szeretethez. De hogyha te dolgozni akarsz mindenfajta alap nélkül, tehát hogy aggódjál akár a szeretet nélkül, és akkor felülről majd megkapod a fényt, akkor megkapod majd felülről az erőt, az emunát, a hitnek az erőt. Tehát akkor annak alapján, ha jól értem, akkor nekem aggódnom kell, mondja Gerson, mivel hogyha nem aggódok, akkor a teremtő majd biztosítja, hogy aggódni fogok azért, hogy nem aggódom. Tehát akkor jó, hogyha már előre gondoskodom róluk. Legalább ennyit már megértettél, oké. Bár ez is még mindig a félelemből van, meg ebből a világból, meg ugye a következő világból félsz, tehát egy bűnös vagy, mit mondhatok neked? Még csak nem is vagy egy spirituális bűnös, hanem egy korporális bűnös vagy. Oké, tehát akkor az első cikkhez kapcsolódik, tehát hogy meg kell győznem az állatomat, azt sem tudom, hogy mi az, hogy meg kell győznem, hogy ne kezdjen el aggódni a barátokról, tehát hogy biztosítsam, hogy valahogy mégis aggódik. Nem hiszem, hogy az állatoddal beszélned kell, mondja, az nem ért meg semmit, kivéve az élvezeteket. Nem ért semmit az állatod, csak az élvezeteket. Megérted? Én nem hiszem, hogy ez a módja. Én azt hiszem, hogy a mód az, hogy behelyezzed magadat minden egyes lehetőségedbe, a környezetben, beolvadjál, meghallgassad, hogy mit mondanak egyre inkább, elfogadjad, mit mondanak, hogy egyre inkább átmossad magadat, mint egy mosorongya, mindenfajta módokon azáltal, amit a csoport ad neked, amit a barátok mondanak. Ez az, amit tenned kell, hogy belemerüljél a csoportba, de hogy meggyőzed az állatot, az lehetetlen, csak is csapásokon keresztül tudod. Hogy erőszakkal elhozzad őt a közösséghez, ezt tudod tenni, ennyi. Csak is minél inkább ugye elkényezteted, annál inkább az nem fog belegyezni semmibe, hanem csak kizsákmányol téged, csak még jobban el lesz kényeztetve, tehát csak is erőszakkal. Ennél fogva csóbíts ki a fogát, hogy ezt olvassunk. Az idő meghatározása, a napirend, a szoros hozzászokás, a leckére jönni, és amekkora mértékben napirendet tudsz, annál inkább. Én nem azt mondom, hogy nincs szükséged valami fajta időre, hogy tornázzál, vagy utazzál, mit tudom, én ezt nem mondom, de teljesen be kell szabjad a napodat percről percre a spirituális munkára. A napirend, amikor a mértékben csak lehetséges, minél jobban bekorlátozzuk az állatot, annál jobb. Oké, utolsó kérdés. Tehát, hogy neked adjunk elégedettséget, tegnap én adtam egy leckét Itállyal, és négy találkozó volt már, és olyan köröket képeztek, és tízesekben dolgoztak. Ez egy elképesztő látni, hogy mennyire nyilvánvaló ezeknek az embereknek, minthogyha itt lennének 5 éve, vagy a tízesekben dolgozzanak, és csak egyszerűen kattantak, ez hihetetlen volt. Oké, tehát ti készítettétek fel őket, nem? Én csak szeretném kérdezni, hogy ez volt a félelmem, ugye ez volt az utóbbi időben, hogy a tanárnak óvatosnak kell lenni, amikor tanít, hogy csak fél útig menjen el, és hogy megadja nekik a másik felet, hogy ezt ők maguk fedjék fel. És én féltem, hogy esetleg mi túl sokat mondtunk. Tehát hogyan tudja a tanár, hogy hol álljon meg fél úton? Én nem hiszem, mondja Rav, hogy a cselekedetben nekünk aggódnunk kell, mondja Rav. Nem a cselekedetben. Düsseldorfból is kaptam, hogy ők is sikeres tízeseket építettek. Nagyon-nagyon sok helyről hallottuk minden egyes nap, hogy Olaszországból, Dél-Amerikából, hogy milyen sikeresek a tízesek építésében. Ez nyilvánvalóan, ez működik, és ez egyre szélesedik,
és már megpróbálnak másolni minket, oké, minél inkább másolnak minket, annál jobb, minél több, annál jobb, de ők nem lesznek sikeresek, mert nem kapják meg a belső felkészülést, nincsen belső fény. Még az a piciny is, amivel mi rendelkezünk, még az is hiányzik a többiekből. Tehát tovább kell lépjünk ezekkel. Tízesek, 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 körök, körök, körök mindenhol. Ez az, amit már látjuk a politikusokkal is, az emberekkel is, akik csak a kultúrában, vagy az akadémiában, oktatásban, tudományban, majd egyre inkább beszélnek az egységről. Még nem tudják, hogy hogyan valósítják meg, de egyre inkább beszélnek erről. A téma egyre közelebb kerül majd az emberekhez, a nemzetekhez, a tömegekhez. Oké, nagyszerű magyarok, remélem, hogy sikeresek ezünk. No, mi van még hátra? Énekeljünk, és utána megyünk az étkezésre. Tehát előtte énekelünk, és utána eszünk. גם אם השתכחה, גם אם הסתתרה, גם אם טרם גילית את סודה, היא השיר של החיים, היא האור של השירים, קבל אותה אל תרתה. רק לך היא נועדה. יש עוד אהבה בעולם, אותה עוד יגלו כולם. רק לפתוח צוהר חם, היא כבר תמצא לה את דרכה לשם. היא השיר של החיים, היא האור של השירים, קבל אותה אל תרתה, רק לך היא חיינו עדה. היא השיר של החיים, היא האור של השירים, קבל אותה אל תרתה, רק לך היינו עדה. יש עוד אהבה בעולם,